Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, és jöjjön ismét két magyar film, ami mindenképpen érdemes a figyelmetekre. Az elsőt ezek közül sokaknak már nem kell bemutatnom, nekem viszont újdonság volt, ez pedig Magyarország Oscar-díj nyertes rövid filmje, a Mindenki. A Mindenki 2016-os film, és mindössze 25 perc összesen, itt tényleg nem veszel sok időt az embertől, viszont igazán felemelő élményt nyújt. A film a 10 éves Zsófit követi, aki új iskolába kerül. Örömmel hallja, hogy az iskola híres kórusába menet közben is lehet csatlakozni, így meg is próbálkozik vele, azonban hamar kiderül, hogy a fénylő felszín bizony komoly problémákat rejt, hiszen bár felveszik a kórusba, az ének tanárnő arra kéri, hogy mivel nem elég jó a kislány hangja, ne énekeljen, hanem csak színlelje azt és tátogjon. Hogy hogyan megy tovább a sztori, azt nem spoilerezném, de biztos vagyok benne, hogy nem fogtok a végén csalódni. A gyerekek egyébként nagyon-nagyon ügyesen játszanak, főleg a két főszereplő, Hajis Dorottya és Gáspár Falvi Dorka. Ha utána nézzünk mondjuk az életüknek, annyira ez nem is meglepő, hiszen mindketten gyerekkoruk óta színészkednek. Ezen kívül is tartogat egyébként meglepetéseket az életútjuk. Gáspár Falvi Dorka például már olyan színészekkel is játszott együtt, mint Daniel Brühl, Luke Evans vagy Dakota Fanning, illetve már 9 évesen kaszkadőr képzést végzett. Hajis Dorottyát illetően pedig azon lepődte meg a leginkább, hogy amellett, hogy 6 éves kora óta színészkedik, országos bajnok szertornában, úszásban és műugrásban is. Ami még kiemelkedő a Mindenkiben, az a zenéje, ami helyén való is, hiszen valamennyire arról szól. A kórus által gyakorolt és énekelt szám, a Bodza virág csodálatos dallamvilággal rendelkezik, és tökéletes zárást ad a filmnek, azóta is számtalanszor elővettem. A végére én teljesen meghatódtam, és ha valami negatívumot kéne kiemelnem, akkor valójában nem nagyon tudnék, talán csak az a nem tetsző gondolatom volt a film kapcsán, hogy sajnos kevéssé hiszem, hogy a mai Magyarországon megtörténhetne ilyen formában az, amit láttunk, de hinni mindenképpen szeretnék benne. A második film, amit hoztam nektek, egy a közönség által kevéssé ismert alkotás, a Rossz versek. A kritika egyébként nagyon bírta, több helyen az év magyar filmje volt annó, amit abszolút meg is tudok érteni. Ez egyébként Reisz Gábor nagyjáték filmje, az ő neve onnan lehet ismerős, hogy neki köszönhetjük a 2014-es Van valami furcsa és megmagyarázhatatlant, ami annak idején elég nagyot ment országos szinten. A Rossz versek hasonló hozzá, csak pár dologban kiforrottabb, és a hangsúlya is kicsit máshol vannak. Ez a film a 33 éves Tamás mutatja be, akivel éppen szakít a párizsi ösztöndíját töltő barátnője. Tamás a nagy szomorúság és fájdalom közepette a múltjában próbálja megkeresni a választ arra, hogy mit is jelent a szerelem pontosan, és teszi mindezt úgy, hogy számtalan jelenetet idéz fel a gyerek, illetve kamasz korából, valamint a családi életéből, és ezek szépen körbejárják a magyar társadalom bizonyos jellegzetességeit is. Ennél a filmnél ugyanazt el lehet mondani, mint a Vannál, hogy nincs egy teljesen tiszta, lineáris cselekménye valami egyértelmű konfliktussal, hanem van egy kezdeti helyzet, a szakítás, amit a főszereplőnk megpróbál túlélni, megérteni és feldolgozni, mi pedig ennek a folyamatnak vagyunk a részei. Mindez pedig nem valami elvont vízió vagy művészieskedés, a jelenetek, bár Tamás életében vannak, annyira fájóan ismerősek lesznek számunkra, hogy egészen személyessé válik a történet. Nyilván a rendezőnek is az volt, hiszen ő írta a forgatókönyvet, és a főszerepet is ő maga játsza, de szerintem bárki, aki valaha volt szerelmes, fog tudni azonosulási pontot találni a filmben, és aki kifele menet van a kamasz éveiből, vagy már felnőtt, az bizony sokkal többre is számíthat. Ez az alkotás ugyanis szépen elgondolkodtatja az embert, hogy ő maga mit is képzelt korábban önmagáról, mivel fog majd foglalkozni, milyen lesz az élete, mik lesznek fontosak a számára, és a film szomorú reális képeit a bőrünkön fogjuk érezni, bizony sok esetben messze kerültünk az elképzelt ideáltól. A film nagy varázsa minden mellett, hogy az előbbi kemény és sokszor meglehetősen szomorú mondani valót rendkívül humorosan tudja tálalni, nagyon sokszor felnevettem a nézése közben, és a végére sem lesz eretvágós hangulatunk, úgyhogy bármilyen hangulathoz tudnám javasolni a Rossz verseket. A hossza egyébként szintén nem riasztó, kb. Másfél óra az egész. Ezen kívül nem tudom nem megemlíteni, hogy technikailag is varázslatos a film, elképesztően jó vágások vannak benne, a jelen és a múlt közti váltásokat nagyon hangulatosan és kreatívan oldották meg, de a kamera kezelés és a színekkel való játék végig szuper volt, látszik, hogy nagyon odafigyeltek a legapróbb részletekre is. Szerintem nem nagyon lehet ennél jobban elkapni egy hangulatot, engem nagyon a hatása alá vont a Rossz versek, megmerem kockáztatni, hogy ez az utóbbi évek legjobb magyar filmje nálam, de nemzetközi viszonylatban is előkelő helyre tenném. Szóval csak ajánlani tudom nektek is, nézzétek meg ti is, én pedig ezzel megköszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, sziasztok!